Tavaszköszöntő nótagála volt a Dériné Kulturális Központban, melyre karcagi és környékbeli települések nóta és operett kedvelői jöttek el szép számban. Köszöntök mindenkit itt a karcagi Dériné Művelődési Központban. Végre eljött ez az alkalom is, hogy együtt nótázhatunk. Habár tudom, hogy a betegség miatt azért sokan visszamondták az előadást, de hát ez sajnos nem válogat, tehát így is hallatszik a hangomon is, hogy egy kicsit megviselt ez az influenza, de hát azért nem adjuk föl. Nem adjuk föl, itt vagyunk, együtt fogunk nótázni, majd gondolom, hogy segítenek nekem is, meg a zenekarnak is, meg a többi énekesnek is. Szóval kérem szépen, én nagyon örülök neki, hogy évek hosszú évek óta nem találkozhatunk a közönséggel, mert hát Covid járvány volt, minden, szóval súly bennünket minden, de hát szóval nem adjuk fel. Én azt mondom, nem adjuk fel, a nótások legalábbis nem adják fel, a nótakedvelők nem adják fel, mert nekem folyamatosan jeleznek, hogy mikor lesz már nóta műsor, a tévében látjuk, a sok jó ebédre szól a nóta műsorát, mikor találkozunk már élőben. Hát kérem szépen, itt van a lehetőség, most találkozunk élőben, engedjék meg, hogy bemutatkozzon, Kolostyák Gyula vagyok, magyar nóta énekes. A kétórás műsorban fellépett a karcagi Kolostyák Gyula magyar nóta énekes és a vendégművészek, Kalina Enikő, Dócs Péter, Somogyi Erika, Kísért, a Hakmet cigányzenekara, ifjabb Déki Lakatos Sándor és ifjabb Farkas József vezetésével. A szép számú közönség nagy tapsal jutalmazta a magyar nótákat, operetteket. Az est végén a négy előadó művész együtt állt színpadra, és egy tavaszi vidám csokorral fejezték be a tavaszköszöntőt.